A sportért felelős államtitkárság és a Nemzeti Sportügynökség közösen indította el a Sportoló Nemzet programját. A Nyíregyházi Sportcentrum ennek részeként csatlakozott az Európai Sporthéthez. Hétfőtől péntekig 5 nyíregyházi általános iskola, a BEM, a Móra, az Apácai, a Kertvárosi és az Arany diákjai látogatnak el az atlétikai centrumba, ahol a sportág mellett a létesítménnyel is megismerkedhetnek. Én azt gondolom, hogy azokat a szabadidős programokat, amiket itt rendeztünk, gondolok itt egy nyuszi futásra, egy mikulás futásra, egy sport nyugdíjasoknak, szépkorúaknak sporttalálkozójára, én azt gondolom, egyre több ember látogatta már meg ezt a gyönyörű létesítményt, és azt szeretnénk, hogy Nyíregyháza minden lakosa kilátogatna ide, és egy kicsit érintkezzen ezzel a infrastruktúrával, és ezzel együtt a sporttal is. A gyerekek által végzett feladatokat a Nyíregyházi Sportcentrum edzői koordinálják és felügyelik. Polecsek Krisztina, a kölyök atlétika felelőseként igyekszik kedvet csinálni a sportákhoz. Nagyon tetszik nekik, az előző nap is teljesen kifáradva mentek haza, a mai nap is próbálják a csúcsaikat döntögetni, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik mindegyik gyereknek. Ebben a korosztályban még ugye nagyon sokat fejlődnek, úgyhogy igazából minden mozgást csinálniuk kellene, és ennek kapcsán fog fejlődni tovább a koordinációjuk, meg minden képességük. A Nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolából 55, 4. és 5. osztályos gyerek érkezett a centrumba. Az atlétika évek óta jelen van az intézményünkben, bár most nem olyan sok tanulónk atletizál, bár ebben a két osztályban most itt van vagy 6 vagy 7 fő, aki ide jár az atlétikai sportcentrumba. Van egy gerelyhajító kisfiunk, van futó lányunk, és szerintem még náluk a négy tusa, az, ami még jelen van. A diszkosz ugyanaz, mint a nagyoknál, a dobás azonban még nem az igazi. Viszont két világbajnoki résztvevő, Kerekes Dóra és Szikszai Róbert igyekszik megmutatni a gyerekeknek a helyes mozdulatot. Még ugye itt annyira kicsik, hogy ilyen 5.-6.-os, itt még ugye azért nem nagyon látszik, de ugye a futásba, ugrásba ott már kijönnek, ugye itt mérik azt, hogy milyen gyorsan futnak, mekkorát ugranak, minden, úgyhogy reméljük, hogy utána atléták lesznek belőlük. Mint kiderült, a budapesti világbajnokság után megnőtt az atlétikát választó gyerekek száma. A legkisebbek 6 éves kortól járhatnak rendszeresen edzésekre.